Sziasztok, én Marci vagyok, és üdvözlök titeket a legújabb videómban. Még mindig itt vagyunk azon a placon, ahol az előző videóban akkor azt a gyönyörű szép Suzuki-t néztük meg, Suzuki-kat összehegesztve. Nézzétek meg a videót, ott van a leírásban. Ebben a videóban ki fogom próbálni a Nissan Driften, ugye amikor még Kevinéknél voltunk egy ilyen drift napon, akkor az MX-5-tel voltam, mert a Nissan még nem volt kész, vagy már nem is tudom mi volt vele. És az a lényeg, hogy viszont most itt van egy nagy placunk, amit az előző videóban láttatok. Köszi, köszi! Elhoztam a Nissannek a téli szettjét, azt ott láthatjátok, hogyha megmutatod. Meg, ja igazából 4 gumit hoztam, 2-t fogunk felrakni hátra. És akkor szétbaszhatjuk itt a placot. Nem igazán tudok driftelni, egy jaszkarizásom következtében össze is törtem most az elejét megint, szóval igazából a lip letört róla, meg egy picit látszódik a lökösön, de hát ez van, használva van az autó. Viszont ugye most nem közúton vagyunk, most lehet azért nyomni rendesen, úgyhogy megnézzük. Úgyhogy menni fogunk egyébként a többi autóval is. Különböző kis kompaktok vannak itt megépítve driftre. Üzennék a Nagy Ádámnak, hogy ő vele is előfordult, hogy rip-lip. Az igazi rip-lip. Kösz, Gabi! Ott meg egy 350Z éppen tereti a harcon. Nem tudom mennyire látjátok, tök mindegy. Minden autót meg fogom mutogatni, meg beszélünk róla, meg te is elmondod, hogy mit tud a tiéd, meg keréki, meg dizé. Menjünk, nézzük meg. Nem tudom, mondd, de mi az a legfontosabb, amit tudni kell róla. Sziasztok, srácok! Ez a kis disznó. Sziasztok, srácok, Tilted Power vagyok. Igen. Ez egy M54 B25-ös motorral szerelt 2001-es kompakt, 46 kompakt. Amit tudni kell róla, hogy teljesen gyári, leszámítva azt, hogy a 323-as végáttételű differenciálművet lehegesztettük rajta, kapott hátul egy állítható segédlengőkart, hogy a hátsó kerékdőr is ki tudjuk hozni nullára. Aha, igen, mert az igen. A driftén nagyon fontos. Körbe kapott egy Max Speeding Roads által vásárolt gevindét, aminek elől állítható a toronycsapágya. Kemény, ezáltal, nagyon kemény amúgy. Hát be van fúra keményítve, igen. Elől kapott egy hármas dőrést, hogy egy kicsit a elejét agilisabb. Amúgy látszódik egyébként, most így videó nem tudom mennyire adja el, de azért látszódik az a kis kerékdőlés. Igen, kapott egy nagyon szolid kis motorvezérlést, hogy a tiltás egy kicsit jobban ki legyen hozva, illetve hogy jobban vegye a lapot. A hátsülés az teljesen ki van belőle pakolva, és igazából ennyi. Hány kiló kb? Hát, olyan 1250. És a kipufogó az mennyire van nyitva? A kipufogó az katalizátor után teljesen cső. Gyári méretű 65-ös cső, ketté elhozva egy AC Schnitzermann véggel, és igazából ennyi. Semmi nagy matek nincsen benne. Na, majd megyünk vele, kíváncsi leszek. Most? Menjünk most! Kiestek! Barátaimmal, hogy menjünk egy halál közeli. Ez halál közeli van. Ott egyszer amúgy nem tudom, nem kaptad el a hátulját azoknak a gumiknak a szélén? Majdnem a fát is elkaptuk, tesi. Azt láttam. Akkor júlyogtál. Igen, tudod. És most mondja, hogy fölöttem csapkodták a levelek a tetőt. Hát mondtam át is, hogy bazd meg, azt jó bevállaltad ott a szélen. Hát mondom, muszáj volt, meg akartam a kiészteni. Á, nagy volt. Hosszan. Kövessétek őket Instagramon és YouTube-on is, mindenhol ti is raktok fel videót, és hát te is raktok fel videót. Köszönöm szépen. Fazekas Gerizsnek a Hachisukija. Igazából megmutogatom nektek, komoly ülések vannak benne, tehát ezek már megtartanak ilyenkor, itt egy kígyó. Kormány, természetesen látjátok itt a légzsák, minden. Nem, amúgy ki van ürítve teljesen le van könnyítve, hátsó kerekes. Úgyhogy igazából ez tipikusan arra jó, hogy megtanulni driftelni, lehet vele pályára menni, ugye bukósisakban, bukócső miatt. 155-ös kis lila kerekek vannak rajta, amik mennek a bukócsőhoz, és egyébként itt a kipufogó, itt ide van kivezetve. És látok, átcsoroljuk a kereket a Nissanon. Télire vadonatúj, téli gumit, tudom, fasság elfüstölni, de ez van most, úgyhogy ezt fogjuk használni, meg hoztam 2 első gumit egyébként. Pakoljak el, ugye?
Hát, mögül a pontja. Ja, jó. Nyomjad csak! Srácok, szerintem elsőre nem olyan rossz, még megyünk egy párat majd, ott próbáltam először fánkozni, sokkal jobban ment, mint mikor még az MX-5-tel próbáltam. Nyilván erősebb az autó, meg jobban megszoktam, mint az MX-5-öt. Így egy automata, meg viszkós diffi van benne szerintem, tök jó volt. Ügyes voltál, király volt. Itt segítségem, kövessétek be, ott van a link a leírásban. A második kör már nagyon durva. Ha meg akartok amúgy tanulni driftelni, akkor tényleg Tilted Power-t kell követni, mert fullos videókat csinálok arra, hogy low budget, kevés pénzből, hogy építs drift autót. És nem tudom, láttátok-e már a VQ37-et? Jó, igen, lehet, amúgy süthetünk rajta, hogyha valaki... Nem tudom, láttátok-e már az autó motorját egyébként, hogy így megmutattam a csatornán, így néz ki. Hát, most hagyjuk hűlni szerintem, mert szegény meghal mindjárt. Mutatnám egyébként ezt a port itt az oldalán. Tiszta por az egész autó, külső, belső, ezt majd biztos kell takarítani. Egyébként a téli szettet hoztam el ledúrni. Ezek a gyári 18-as felnik a Z-re. Amúgy elég picik alatta, meg nyilván beljebb is van. Nyomtávval együtt van így ennyire bent. Hát szerintem nem néz neki rosszul alatta egyébként, de nem az igazi. Így a kilincsel mondjuk nem rossz. Srácok, megyünk egy 350 Z-vel, ha már én is megmutattam, hogy mit tudok, meg mit nem tudok. Akkor lejönnek a srácok.
Mi történt? 145 fok az olajon, ami amúgy nem rossz, tehát a széknél, hogy, tehát hogyha nyáron használom napközben, dugóban állok, akkor 125-re is felmegy. De annyira nem sok ezután, de most hagyom egy kicsit hűlni meg magamat is, mert kurva megterhelő. Fárasztó meló, mi? Neked nem vagyok hozzászokva. Nem baj, ezért vagyunk itt, hogy gyakoroljunk. Jó lesz ez. Nagyon élvezem amúgy, kurva jó. És az, hogy automata, nem hátrány, vagy nem érzem. Most nyilván nem ilyen nagy mutatványokat csinálok, de tök jó. Azt hittem, hogy az automata miatt rosszabb lesz. Terhelésváltásokat kell megtanulni, gyakorolni. Gyerekek, ezt elhagytuk útközben a tükröt. Úgyhogy ez egy, itt az égben egyébként, ez hogy van? Így? Csak így rá kell húzni valamelyik oldalról. Nem tudom, vagy mindjárt kiokoskodjuk. Mit, mire számíthatunk tőled? Valami kaparattatás, majd meglátjuk. Első köröm a mai nap. Azért fordítom át a sapkámat, hogy a Venecia ne vigye le. Aha. Ez a videó ennyi lett volna, szerintem tök jól ment az autóval a driftelés, csak egy bóját vittem el, nem is látszódik, úgyhogy semmi gond, az olajam ez kicsit melegszik, úgyhogy ha többször jövünk ki ide erre a placra, akkor olajhűtőt kéne szerezzek, az majd meglátjuk, egyébként most nagyon meleg van, úgyhogy lehet egy hidegen napon nincs rá szükség. Ez a videó tényleg ennyi volt, köszönöm szépen a petrolpalcos srácoknak, hogy itt lehettünk, meg meghívtak minket erre a kis rendezvényre, ott vannak a csatornák, mindenki a csatornája a leírásban. Ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, hogyha még szeretnétek hasonló videókat, és akkor ledúrjuk az összes gumit a Nissan-rai marca voltam, sziasztok!